Ismét kényszerű lépést kellett, hogy hozzon a Kiskunsági Vízi Közműszolgáltató Kft. Ez a vízszolgáltató a megye 53 településén végez szennyvíz, illetve ivóvízszolgáltatást. Több ügyfélszolgálati irodával rendelkeznek, ezeket kénytelenek voltak bezárni a koronavírus veszély miatt. Ügyfeleket jelenleg csak a Kiskunhalasi Központi Iroda fogad, azonban az a kérésük, hogy ide is csak egy telefonos regisztrációt követően, időpont kérést követően jöjjenek, mindenképpen hozzanak magukkal maszkot, és belépéskor használják a fertőtlenítő szereket. A Kiskun Víz az elmúlt esztendőben komoly informatikai fejlesztést hajtott végre. Az online ügyfélszolgálattal sok időt és utazási költséget is megspórolhatnak az ügyfelek. Maga a mobil applikáció egy egyszerűbb verzió, ott a számlákat lehet befizetni, mérőállást lehet bejelenteni, időpontot lehet foglalni az ügyfélszolgálati irodába. Az internetes honlapunkon, az online ügyfélszolgálaton sokkal több a lehetőség. Ott el lehet indítani egy felhasználó változást, egy méltányossági kérelmet csőtörés esetén, és egyéb hasonló eseteket, gyakorlatilag minden elintézhető az online felületen. Az utazással természetesen nagyon sok időt tud megspórolni a kedves ügyfél. Pár perces időt vesz igénybe ez a regisztráció, és igazából nem kell hozzá semmi, egy vízdíjszámlát kell elővenni, ami rajta van minden olyan adat, ami a regisztrációhoz szükséges. Kell egy felhasználó név, egy jelszó, amit megváltoztathat bármikor, és így el tudja intézni az ügyeit. A felhasználó barát kezelő felületen néhány kattintással el lehet intézni a vízzel kapcsolatos tennivalókat. Asztalos Tímea úgy gondolja, a visszajelzések szerint sokan választják ezt az ügyintézési módot. Egyre többen ezt a lehetőséget veszik igénybe, főleg most a járvány idején, amikor több ügyfélszolgálati irodánkat bezártuk, és nem szeretnének Kiskunhalasra utazni azért, hogy egy-egy ügyet elintézzenek.